A Mi Hazánk mozgalom ragaszkodik ahhoz, hogy nem 9 párt került a Magyar Országgyűlésbe, hanem 3 lista, 3 politikai tömb, 3 politikai erő, hogyha úgy tetszik. Teljesen világosan döntettek a pártok arról a választások előtt, hogy megmérettetik-e magukat önállóan, tehát állítanak-e önállóan országos listát, vagy tömbösítik önmagukat. Úgy döntöttek a Fidesz, illetve a KDNP, hogy közösen indul, a másik oldalon pedig a balliberális tömb pedig egyé vált 6 párt összefogásával. A Mi Hazánk mozgalom viszont egyedül indult a választásokon, és előzött meg mindenkit az országos listájával, amikor elsőként állítottuk fel az országos listánkat. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert most, amikor a következő napok, hetek folyamán az országgyűlés létrejön, megalakul, eközben nagyon fontos viták kezdődnek meg a különböző bizottsági helyekről, illetve arról, hogy mely bizottságok vezetését, melyik politikai erő kapja majd meg. Mi előre szeretnénk jelezni, hogy mi ragaszkodunk a 3 listás felálláshoz. Ez azt jelenti, hogy ennek megfelelően kérünk, illetve követelünk helyeket a bizottságokat illetően, tehát bizottsági elnöki posztokat többet is szeretnénk a Mi Hazánk mozgalom számára. Az országgyűlés elnöki, alelnöki posztjaival kapcsolatban ugyanez lesz a magatartásunk, és szeretnénk azt is világossá tenni, hogy olyan pártok vannak ezekben az összefogásokban, amelyek önállóan nem tudtak volna elindulni a választásokon. Akár említhetném az LMP-t, említhetném a Párbeszédet, említhetném a Jobbikot, vagy éppen a KDNP-t. Úgyhogy ennek megfelelően a választópolgárok teljesen egyértelműen eldöntötték, hogy mostantól 3 politikai erő van Magyarországon, 3 politikai erő maradt a versenyben, a Fidesz, a balliberális oldal, illetve a Mi Hazánk mozgalom.